téli pauza alatt nagy volt a jövésmenés a Kinizsi felnőtt csapatánál, aminek következményeképpen a garnitúra teljesen átalakult. A megye 2-es listavezető Pál Halma hibátlan szereplése következtében a mieinknek a második hely megszerzése lehet a reális cél a tavaszi fordulókban. Ennek tudatában készül most a megújult legénység. Más tekintetben is történtek változások a helyi foci házatáján. Mint arról már korábban is beszámoltunk, 60 focista növendék lépett át a Tömegsport Egyesülettől az Ercsi Kinizsibe, ennek következményeképpen teljesen átformálódhat a csapat utánpótlás koncepciója. Rengeteg minden történt a téli időszak alatt a csapattal, három témát említhetünk mindjárt. Kezdjük talán azzal, hogy mennyire változott meg a csapat szerkezete. Információim szerint 4 játékos távozott a csapatból. Tina Tamás, Odor Zoltán, Sárdi Gábor hagyta el a keretünket. Elment még a kaposunk Nagy Ernő. Hát helyette jött a Pálhalmából Csányi Ádám, a Százhalmatára hoztuk az Örvendi Ádámot, és a Heger Balázs igazoltuk még le. Akiket említett, azért mégiscsak meghatározó játékosok voltak, húzó emberek voltak. Miért döntöttek így, hogy mennek? Hát olyan követelések, igényeik voltak, amiket nem tudtunk teljesíteni, és nem is akartunk, és ezért váltunk meg büszködös megegyezésre. Meg hát gondolom szempont volt az is, hogy a Pálhalma elhúzott, úgyhogy a bajnokság az már borítékolható, hogy nem lesz meg. Igen, ez egy egyik fő szempont, hogy a teljesítményünk lényegében, tehát lényegében nulla, tehát olyan meg annyi a különbség köztünk, hogy nincs is esélyünk, meg hát a anyagi keretünk elég szűkösek. Célban és a második hely megtartásával most állunk. Az azért lehet látni, hogy most kint vagyunk itt edzésen, hogy emberanyag van, mert most is vannak, vagy úgy 20-an, tehát a csapat az tud működni gördülékenyen, ki tudnak állni a mérkőzésekre. Persze, természetesen. Hát 19 fős felnőtt játékos keretünk van, ifistákat nem beleszámítva, aki már a utolsó évét játssza az ifibe, tehát emberrel jól állunk nagyon. És akkor a másik nagy változás, ugye a Tömegsport Egyesület megszűnésével gyakorlatilag az utánpótlás, az U7, U9, U12 a Kinizsi ölébe pottyant, vagy a nyakába szakadt, mindenki apostrofálja úgy, ahogy gondolja. Ez azért lényegi változás a csapat szempontjából. Hát lényegi változás, ugye ebben kicsivel többen lettünk, tehát kapásból 60 fővel megnőtt az egyesületnek a létszáma, csak játékosokat, edzőket nem számolva, hát kicsivel több gond lesz, igyekszünk megoldani. Na hát azért ez ennyire nem egyszerű, mert óriási költségek merülnek föl, ha már csak a mezekre gondolunk, 60 emberről beszélünk. Hát igen, tehát ez 60 embernek a kiadásai. Valamit vállaltunk, megpróbáljuk teljesíteni, ezt meglátjuk, mi fog belőle kisülni. Az egyesület vezetésének szempontjából mi az elképzelés? Most inkább az utánpótlásra fókuszálni és őket fölhozni, hogy hosszú távon egy ütőképes ifink, illetve felnőtt csapatunk legyen, vagy pedig valamit egészen más? Hát mind a kettő célja, tehát egy erős utánpótlást szeretnénk, de saját nevén szeretnénk játszatni, de azért szeretnénk egy osztályra fejlődni mindig. Nem tudjuk, mi fog hozni a változást, tehát most meglátjuk, hogy nyáron ez a létszám csökkentés a felső osztály mit fog hozni. Hát, hogy anyas ideális log, akkor természetesen megye 2-es csapatot fogunk csinálni a saját játékosainkból. Ugye elkészült a város költségvetése, nem tudom, hogy elérkezett-e már önhöz. Az önök által igényelt 11 millió forintból, ha jól emlékszem, akkor 7,5 milliót szavazott meg a testület. Mit gondol erről? Ha tényleg így van, mert hivatalosan nem tudok én semmit még, akkor ez nagyon-nagyon kevés pénz. Főleg úgy, hogy kaptunk a nyakunkba úgy 4 komplet csapatot, meg semmi, lényegében semmilyen sincsen. Tehát így ez nagyon kevés. Ez egy 7 egy összeg lesz úgy kapásból, amit a jegekek fordítani. Az öltöző épületére kérdeznék rá, ez már egy régóta húzódó elképzelés, hát ezzel mi lesz? Hát az öltöző épülettel most leúzták meg ilyen a pályázatunkat, beadtuk újra, megint nem sikerült. Pedig minden adott lett volna hozzá, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Meg lett volna a város részéről az őrész hozzá, megkaptak volna a TAU tanulást a másik felről, és meg volt, aki adta volna a pénzt. Hát MLS nem engedi ezt, tehát leúzták. A 4 ember távozása ide vagy oda, mennyire egységes a csapat, mennyire készek arra, hogy elkezdjék a mérkőzéseket? Hát a csapat egységes, úgy gondolom, tehát ő már 4. hete edzenek, hangulat jó. Másfele kezdtünk el tendálni, tehát úgy gondoltuk, hogy fiatalítanék. Nagyon sokat öreg játékosunk, most lényegében a csapat 85%-a fiatal, tehát inkább efelé megyünk, megpróbáljuk ezt a vonalat erősíteni, és akkor ebbe bevegyük, építeni majd a saját nemes gyerekeinket is. És akkor végezetül egy-egy szót mondjunk a versenynaptáról. Első mérkőzés, illetve első hazai mérkőzés. Március 4 az első mérkőzés Sárszentmihályon, és a következő hétvégén 10-én játszunk itthon az első hazai bajnoki címet.